Színet Kioszek, Földi Teri. Jan Niklas, Bács Ferenc. Geraldine Chaplin, Tóth Éva. Jason Durr, Jakab Csaba. Sophie Schütt, Urbán Andrea. Ralph Bauer, Bozsó Péter. Maureen Lipman, Rátonyi Hajnal. John Bird, Pató István. Jane Simmons, Dallos Szilvia. Sir Peter Ustinov, Szersény Gyula. Téli napforduló. És nem szórhatná szét a hamvakat itt? Nem. Csak is a célvonalnál. Na jöjjön. Ó, ez itt birtokháborítás, tudja? Igen, de maga az ügyvédünk, úgyhogy biztonságban érzem magam. Nagyon vicces. Ó, Istenem! Jeff imádta volna ezt, jöjjön! Tartottam az ígéretemet, Jeff! Elsőként lépted át a szélvonalat, drágám, mint örökre. Első rész. Látnak minket a halottak? Milyen buta dolog. 3 hónapja halott, és mintha ma történt volna. Jobb, ha nem áll szélirányba, Barry, különben csípni fogja a szemét, amit teszek. Nem ez lesz az első eset. Olyan jó, hogy eljött velem. Szelek szárnyán járj. Eladva. Kérem, itt írja alá, uram. Ide nyomtatott betűvel. Rendben. Nagyon köszönöm. És hálásan köszönjük a tapintatukat. Hát, szívesen, uram. Jaj, Horace, ne csináld ezt. Akkor végeztünk is. De, vagyis ez a kép? Az enyém és az óra is. Ó. No és most hová megy? Didi Mecsmondnál töltök néhány napot Londonban. Azután pedig... Fogalmam sincs. Tudhattam volna, hogy ez lesz a vége. Így járnak a szerencsejátékosok. Jeff túlságosan nagy tétben kártyázott. Mégis mi ütött belé? Megpróbált mindent egy lapra feltenni. És magára nem gondolt? Nem, ez nem igaz. Ő csak is rám gondolt. Biztonságos fészket akart rám hagyni, aztán egyetlen dicsőséges partiban elvesztette az egészet. Van egy kis házunk vidéken, csak egy kis vityiló, ne képzeljen róla sokat. Befektetésnek vettük, általában kiadjuk nyaralóknak, turistáknak, meg ilyesmi. Viszont pillanatnyilag éppen üresen áll. Nincs rá pénzem. De hisz üresen áll a ház, nem kérek érte pénzt. Úristen, már is jótékonysági célpont lettem. Csak hogy átvészelje ezt az időszakot, amíg újra lábra nem áll. Igen, kénytelen leszek. Kérem, jobban érezném magam tőle, ezután a szörnyűség után. Köszönöm, Barry. Remélem, segítek vele. Nagyon is. Új kezdet lesz. Egy egészen új kezdet. Vidéken vagyunk, Horace. Vidéken vagyunk. Elég volt, különben folyton meg akarsz állni, gyere! Indulunk, gyere! No, ugorj be! Ugorj, légy jó kutya, ugorj be!
Dipton, kérem vezessen óvatosan. Mészkunyhó. Gyere. Jól van, Orr, ezt nem felejtettelek el. Jó reggelt. Jó reggelt. Biztosan a legfontosabbat felejtettem el. Nem kell messzire jönnie. Az igaz, viszlát. Viszlát. Mr. Blunder. Hello. Az újságja. Ah, köszönöm. Mindig elfelejtek valamit. Nos, berendezkedett a mészkunyhóban. Lassanként. Mrs. Forbes mondta, hogy jönni fog. Ha bármire szüksége van, csak szóljon. Köszönöm. Sokáig marad itt? Azt még nem tudom. Egy kicsit fel kell töltenem az éléskamrát. Hagyja itt a listát, én összeszedem és bejön érte. Oh, köszönöm. Ugye, nem te játszottál így? Jó lenne. Tadám! Az apukám. Ó, nem tudtam, hogy van közönségünk. Elnézést, csak meghallottam a zenét, és nem álltam meg, hogy be ne jöjjek. Ön az a hölgy, aki a mészkunyhóban lakik. Ezt honnan a csodából tudod? Minden nap a háza előtt lovagolok el. Mindenütt dolgoznak a kémek. Hozzá fog szokni. Én Francesca Blundell vagyok, ő pedig az apukám. Maga Oscar Blundell. Honnan tetszik tudni? Mrs. Green árulta el. Nem, csak ismerem apukádat. Ismer? Igen, de még nagyon régről. Diákok voltunk, én a Radában, maga a királyi főiskolán. Mi az a Rada? Egy színiiskola. A néni színésznő? Az voltam. És híres volt? Sajnos nem igazán. Apu híres volt. Ren. Tényleg az volt. Később lett az, amikor találkoztunk, még csak tanult. Ne haraguljon, de én nem nagyon... Emlékszik rám. Persze, hogy nem. Hát hogy emlékezne? Igen. Nagyon fiatalok voltunk. A néni kutyája? Igen, ő Horace. A maga nevét még nem tudom. Elfrida. Ah. Elfrida Phipps. Isten hozta a faluban, Elfrida. Köszönöm. Már is igaz barátok lettek. Itt a feleségem. Jöjjön, bemutatom.
Drágám, bemutatom a mézkonyhó új lakóját. Elfrieda... Phipps. A nejem, Gloria. Hello. Hello. Tehát maga az új lakó. Mrs. Green mondta, hogy jönni fog. Már mindenki tudja. Diptomban nem sok érdekes dolog történik. Szia, anyu. Ez itt Horace. Ó, szia, Horace. Akivel épp sétálni indultunk. Jöhetek? Hát persze. Akkor hozd el hozzánk Elfriedát teára. Elvigyelek, drágám. Kösz, én is inkább sétálok. Elnézést kérek Horace nevében, imádja a kandalló melegét. Ő a legaranyosabb kutya az egész világon, nem igaz, Horace? Ez a családunk érzékeny pontja. Francesca mindenáron szeretne egy kutyát. És vajon ki fogja gondját viselni a kutyának? Természetesen anyu. Én fogom gondját viselni. De te egész nap az iskolában vagy. Horace bármikor kölcsön vehet. Komolyan? Komolyan. Szerzett egy örök barátot. Őszintén szólva, ez az én érdekem is. Szükségem van valakire, aki vigyáz rá, amikor Londonba kell mennem. Gyakran kell oda mennie? Még nem tudom. Munkát kell keresnem. Anyu, Elfrieda színésznő volt, hát nem tök király? Nem hinném, hogy valaha is király lettem volna. Drágám, hívjuk meg Elfriedát ebédre szombaton. A fiam Giles is hazajön, szeretném, ha megismerné. Talán inkább majd máskor. Hívjunk meg pár embert a faluból. Nem, a szombati ebéd nagyon jó ötlet. Úgy el tetszik jönni. Nos, nagyon szívesen. Akkor ezt megbeszéltük. München. Kat, kat, kat. Tessék? Hallom, ahogy kattog az agyad. Kat, kat, kat. Szeretlek. Én is szeretlek. Csak? Nincs csak. Helyes. Kérlek, az idén töltsd velem a karácsonyt. Kerry. Kérlek, András, ez nagyon fontos nekem. De az anyámnak még fontosabb. Már mondtam neked, ez családi ünnep. Hadd legyek én a családod. Hamarosan. Mikor lesz hamarosan? Kérlek, Kerry, anyám beteg. És meg néha-néha szeretne látni. Nem tudok változtatni ezen. Tudom. Oh, nagyon sajnálom. Megígérem, hogy többé nem. Sajnálom. Ugyan már. Szeretlek. Tudom. A mobilod! Tessék? A mobilod! Jönnél ide New Yorkból, ha már én úgyis itt vagyok. Nincs semmi értelme. Csak gondoltam. Hát ne gondold, Jack, engem ezért fizetnek. Amúgy is itt van ez a... az a skóciai fiaskó, amit helyre kell hoznom. Tényleg fiaskó? Két céget fizetnek a munkáért, amelyet egy is el tudna végezni. Azt hiszem, hogy erre most rá kell szánnom, lássuk csak, a szilveszterig tartó időt. Mi lesz karácsonykor?
Semmi. Idén nem karácsonyozom. Nos, ha biztosan kézben tudsz tartani mindent... Persze, mindent kézben tartok. Most ez kell nekem. Elnézést. Hadd üljek be. Tessék? Oda, be. Ó, értem. Bocsánat. Bocsánat. Elnézést kérek csak. Nem tudom elhinni, amit hallok. Ezt úgy érted, hogy nincs pénzed? Szinte semmi. Nos, bizony így jár, aki ugyanazzal a férfival él 20 éven át. Csak 15 éven át. És szerettem őt, Didi. Szerelem. És mi van azzal a híres festményeddel? Nem tudod eladni? A keresztanyámtól kaptam öreg napjaimra. Rendeltem pizzát, jó? Köszönj Elfridának. Szia, Elfrida! Szia, Lucy! Komoncsindéánnak érzem magam. Lucy szörnyű ellenségesen viselkedik mostanában. Úgy viselkedik, mint egy tinné. Ó, most jut eszembe. Lakhatnál nálunk, a tiéd lehetne Kerry szobája. Úgy tűnik, végleg elköltözött itthonról. Köszönöm, nem, de néha megszállnék itt, amikor meghallgatásra jövök. Meghallgatásra? Az ég szerelmére, Elfrida, ezt nem mondhatod komolyan. Munkát kell találnom. Na, de már megint a színjátszás ennyi év után. A szükség, nagy úr. Újra kell kezdenem. Hogy nézek ki? De jó ég, fantasztikusan. Remélem, megérdemli. Hogy megérdemli-e? Édesem, a Ritzbe visz vacsorázni. Rendőr amerikai. Isteni illata van. Légy szíves, vedd majd rá Lucyt, hogy jöjjön le szépen és az asztalnál vacsorázzon. Olvastam valahol, hogy ha az íróasztalnál eszel, minden kalória csípődre megy. Itt a taxim. Táska, kívánj szerencsét! Elnézést. Elnézést. Ó, köszönöm. Majd én nyitom. Jó estét. Jó estét. 7:50 lesz. Írja az anyám számlájához. Rendben, viszlát. Viszlát. A pizzám. Spagettit csináltam. A csodába. Na mindegy. Adok belőle, ha kérsz. Mm. 4 sajtos vastag tésztájú. Úgyis mindig túl sok nekem. És ennyi az egész? Persze. Miért? Mire számítottál? Valahogy azt hittem, a csevegő szoba a bűn meleg ágya. Nem. Itt magányos farkasok osztják meg egymással nyomorukat. Ne butáskodj, a te életed nem nyomorúságos. Úgy érted, hogy nem az utcán élek? Hát például. Hm. Mi a baj? Az anyám a baj. Van ilyen. Nem tudom elviselni, hogy van valaki-e. Képtelen vagyok rá. Drágám, vannak, akiknek társ kell az életben maradáshoz. Egyedül is megpróbálhatná. Talán fél az egyedül léttől, mint sokan mások. Te is? Nem. Hiányzik Jeff. A remek viccei. Az, hogy beszéljek hozzá.
Az, hogy hazaérkezik, és... Egy magányos nő mondatai. Tényleg? Uh-huh. De legalább ott van nekem Horace. Most Horace a férfi az életemben. Lazíts egy kicsit. Reménytelen vagyok, igaz? Nem kéne ilyen feszültnek lenned. Kezd újra. Utállak. Én is utállak téged. A St. George Street-re kérni. Semmi akadálya. Nézze, éppen a városba megyek, elvihetek? Kedves. Ez anya. Már megint elfelejtett kulcsot vinni. Akkor nyisd ki. Mindig váratom egy kicsit, hát ha tanul belőle. Mintha egy anyukát hallanék. Frida. Ó, nyugodj meg. Huey, esküdni mernék, hogy pontosan ugyanitt voltál, amikor 3 hónapja elutaztál. Gyökeret eresztettem, és arra vártam, hogy visszatérj. Ez nagy szó. Éppen időben jöttél, hogy meghívj egy italt. Jó, de előbb bejelentkezem. Jó estét, Mr. Howard. Jó estét, George. Foglaltattam egy szobát. Aztán ne maradjál soká, fiam, ne pocsékold a jó kis ivóidőt. Bizony-bizony azért nagy kár volna. Na, félre innen, McLellan útjából. Juhú, el az útból! A 4-es szoba az öné, uram. Köszönöm, George. Sajnálom, hogy elváltatok. Kedveltem Barbarát. Nos, én is. Sőt, még most is. Talán... rosszalkodtál? Én? Nem. Legalábbis nem úgy, ahogy gondolod. Atya úristen, ugye nem állatszexről van szó, ugye nem? Mert az mindig jellemző volt a család. Nem, semmi ilyen extra. Az én szeretőm a munkám. Legalábbis Barbara szerint így van. Ez elég silány. Sosem tudtam ellenállni egy éjszakai telefonkonferenciának vagy reggeli meetingnek. Barbara eltűrte, amíg csak tudta, aztán elment és más elfoglaltságot talált. Komoly elfoglaltságot? Elég komolyat ahhoz, hogy elváljon. Egy kedves lovas embert, akinek farmja van Wyomingban. Jó, ez nagyon dallaszosan hangzott. Na igen, igen. Jót tesz neked. Gondolod? De mennyire? Egy férfi nem ért be igazán addig, amíg nem volt legalább egy csőd, és legalább 2 feleség az életében. Nos, te már csak tudod. Azt hiszem, én túlteljesítettem mind a 2 témában. Tudod, sosem éreztem rá igazán a visszafogottság ízére, de... Istenem, remekül mulattam. Képzel csak, az is megtörtént, hogy egyszerre volt 2 szeretőm és 1 felesége. Malisa, emlékszel rá? Nem, hogy őszinte legyek, nem tudtam mindegyiket számon tartani. Ó, ő csodaszép nő volt, és fenségesen főzött. És amikor az egész a képen berobbant, képzel csak. Kiderült, hogy mind a 3-an tudtak egymásról már hosszú-hosszú ideje, és élénken leveleztek rólam egymással. Leveleztek, bizony leveleztek a pofátlanok.
Szóval most egyedülálló vagy. Igen. És én tehetek róla. Ó, hiszen ez butaság, csak még nem találtad meg az igazit. Vagy az igazikat. Elfrida! Ó, ez nagyon hosszú történet. Kis-kisasszony! Rendőr! Az étkezőbe most! Egy erős fekete, aztán taxi! Majd később számolunk. Úristen! Egy dolgot hadd jegyezzek meg, drágám, azért az enyhén szólva furcsa, hogy csak úgy megjelensz minden bejelentés nélkül, és visszakéred a szobádat. Szegény Elfrida. Még mindig nincs túl a gyászom, pedig annyira küzd. Igazán hősies szegénykém, de te persze senki másra nem gondolsz, csak magadra. De az a nő, az a kedves, bátor nő, tudod, hogy miért van itt? Az ügynökével találkozik. Az ügynökével. Ennyi év után szerepet vállal, ebből is látszik, hogy mennyire elszánt. De te szépen hazamenekülsz. És te hozott itthon Kerry. Mi? Jaj, kicsikém, ne haragudj. Csak tudod, most nem számítottam rád. Mi történt? Semmi. Talán kirúgtak? Felmondtam. Értem. És a pasik? Szóval egy férfi miatt keseregsz, jaj, szegénykém, úgy sajnálom. Túlélem. Drágám, olyan régen találkoztunk. Jézusom, te semmit sem öregedtél. Marcia, hagyd abba, úgy érzem magam, mint egy lipicai a lóvásáron. Nagyon helyes, jobb, ha már most hozzászoksz. A szakma nem változott, édesem. Próbálsz nekem találni valamit? Szerintem próbáljuk meg, mit veszíthetünk. Szuper! Régen jól mentek itt a dolgait. És te hozott Elfrida Phipps. Olyan csodálatos ez a levegő London után. Régóta él itt? Glória birodalma. Beházasodtam. Szeret kertészkedni? Nem, van egy kertészünk. Glória imád lovagolni, semmi másra nem marad ideje. És maga? Eléggé elfoglalt vagyok. Orgonálok, zongoraórákat adok, a megyei közgyűlés alelnöke vagyok. Ugye olyan, mintha csak alig egy perccel lett volna, hogy játszani hallottam. Gombóccal a torkomban. Biztos hatásos darab volt. Mi történt? Hát, történt néhány dolog. Tudja, hogy milyen az élet. Azon tűnődtem, hogy magának jön. Nem vörös volt a haja, amikor találkoztam? Az bizony lehet. Párszor vörösre festettem. Apu, téged kerestelek. És meg is találtál. Itt van Elfrida. Giles is itt van. Giles? Már is? Igen. Ó, a mindenségét. Nem hoztad ki Horace-t? Horace most ebédel. Szörnyűséges egy nap lesz. Ó, kicsikém, ebéd után kihozzuk, jó? Nem Horace-ra gondoltam, hanem Giles-ra. Ő mindig mindent elront. És egy nagyon szép helyen laktunk, azért nem volt olyan szép, mint ez. Gyönyörű, igaz? Aha. Bizony, hogy gyönyörű. Fantasztikus egy birtok. Giles, öregem, ne szorongasd azt a bort, add tovább erre, légy szíves. Előbb anyu jön. Ebben a hónapban nem iszol? Ebben a hónapban nem.
De a vendégünk talán inna még egy pohárral. Köszönöm. Szóval maguk régen szerelmesek voltak? Alig ismertük egymást. Csak barátok voltak. Nem. Még azok sem. Kérsz valamit, Frem? Nem, köszönöm, nem. Az Isten szerelmére mindig ugyanide jutatunk. És a válaszom mindig ugyanaz. Íme a boldog család. És hogy mentek a dolgok Londonban? Ami azt illeti, egész jól. Találkoztam a volt ügynökömmel, és szerencsére vállalta, hogy újra az ügynököm legyen, úgyhogy eléggé... Fantasztikus hír. Neked van eleg? Bocsásson meg egy persze. Fren, légy szíves, foglalkozz a vendéggel. Giles, fejezd le, vagy azonnal távozz a házba. Nem rakasz csak úgy ki. Már értem, amit Giles-ról mondtál. El tudja rontani az ember kedvét, igaz? Vigyük ki Horace sétálni, jó? Micsoda jó ötlet! Giles nem jön túl gyakran. De ha jön, mindig ez a vége. Nos... A legtöbb családban vannak ehhez hasonló gondok. De talán legjobb nem törődni velük. Giles-szal nehéz lenne nem törődni. Igaz, de most már nincs is itt, nem igaz? De igaz. Halló? Elfrida, drágám, Marcia vagyok. Jó hírem van. Lesz egy meghallgatásod. Kinyitod azt az ajtót, és kisétálsz rajta. Többé nem nézel vissza. Köszönöm, remek volt. Igazán remek, hölgyem. A hétvégéig értesíteni fogjuk. Köszönöm, viszlát. A következő. Elfrida Phipps. Igen. Jöjjön, kérem. Kérem. Jézusom. Elfrida. Igen, én vagyok. Elfrida Phipps. Csípjél meg valaki. Max, a lámpától sajnos semmit sem látom. Oda megyek. Fantasztikus újra látni. Istenem, hiszen semmit sem változtál. Te annál többet, régen vékony voltál. De nekem így sokkal jobban tetszett. De mondj csak, mit keresel itt? Éppen állást keresek, és te válogatást tartasz. Én azt hittem, hogy abba hagytad. Most újra kezdem. De tudod, csak néhány előadásról van szó, szezonális dolog. Nekem éppen megfelel. Bár Tennessee Williams egyik remek műve. Felolvasnám a részemet. Ugyan már, nem kell felolvasnod. Ismerem a munkádat. Max, 1000 éve volt, amikor bárki utoljára hallott szerepelni. Szeretnék felolvasni. Mindig erőszakos voltál. Olyan jó újra látni. Remélem, a felolvasás után is így gondolod. Ó. Lucy, letuffannál a számítógépről, és kinyitnád az ajtót? Jól van, nyitom már. Igen? Kerry itt van? Igen. Beszélhetnék vele? Jó barátja vagyok. Köszönöm, Lucy. Foglalkozom az úrral. Egy pillanat, megnézem. Fáradjon te. Köszönöm. Üdvözlöm, a nevem Didi. Andreas vagyok, nagyon örülök. Ez a lányom volt Lucy, de néha-néha testvéreknek néznek. Eléggé mókás. Szerintem érthető, nagyon is. Oh. Azt kérdezi, ki keresi? Mondd, hogy egy régi barát Bécsből. Egy régi barát Bécsből. Mondd, hogy várjon. Azt mondja, várjon. Nem inna egy italt. A konyhában kényelmesebb, ott megvárjuk. Erre jöjjön. Köszönöm, anya. Ó. Oh. Azt hiszem, boldogulok. Aha. Csak 10 percet kérek tőled. Jó, de ne itt.
Másfél év. Eltelik másfél év, és kiderül, hogy nős vagy. Nem akartalak elveszíteni. Megtaláltalak, és nem akartalak elveszíteni. De nem voltál szabad, András. Nem voltál szabad. A feleségem nem enged, de elfogadja, hogy hűtlen vagyok. Kérlek, Kerry. Semmi dolgom nős férfiakkal. Többen nincs is, csak egyen. Vannak gyerekek? Nincsenek, de hogy vannak. Csak tudod, ezután hogy tudom majd, hogy igazat mondasz-e? Kerry. Menj haza, András. A feleségedhez Ausztriába. Nem tudok nélküled élni. De igen, azt hiszem, hogy tudsz. Elnézést. Biztos elment az eszem, hogy újra színpadra lépek. Szerintem jó ötlet. Jövőre megint a színház királynője leszel. Ne védj mérget rá. A kokni akcentusom, hát, enyhén szólva hátrány. Ma este az iskolai koncertre próbálunk. Ó, mit játszol? Képzel, tündér leszek. A Szent Iván éjjel álomban. Ismered. Na. Berezeltem. Miért? Hát nem vagyok túl jó. Idézz a szerepedből. Dombon át, völgyen. Hegyen át. Hegyen át, völgyen át, tüskönbokron keresztül, berken át, kerten át, tűzön vízen keresztül. Ebből egy kukot sem értettem. Hová siessz? Lassíts le egy picit. Ugyanazt csinálod, amit én szoktam. Mindig hadarok, ha izgulok. Komolyan? Komolyan. Most mondd nagyon lassan, rajta. Csak ketten vagyunk. Hegyen át, völgyen át, tüskönbokron keresztül, berken át, kerten át, tűzön vízen keresztül. Járok, hol madár se volt, sebesebben, mint a hold. Csodás volt, tényleg csodás volt. Ugye eljössz a koncertre, muszáj lesz, jövő pénteken lesz, anyu számít rád. Ott leszek, megígérem. Kösz a segítséget. Nagy örömmel tettem. Szia! Szia! A skót üggyel kapcsolatban semmi gond nem lesz. Könnyedén elvégzik az extra munkát. Mi pedig megspóroljuk egy teljes depó és 100 munkás bérköltségét. Tessék? Hogy? Persze, hogy lesznek elbocsátások. De sajnos az emberi erőforrás drága mulatság. Reeves kastély, Skócia. Bezárják az egész vállalatot? Attól tartok, igen. Angus tudja már? Igen. Személyesen is eljön önhöz. Ide küldte magát, hogy készítsen elő. Azt hiszem, nem tudta, hogy miként fogadja a hírt. Ez igazán rettenetes katasztrófa. Egész családok jutnak koldusbotra. Eptak! Mit érdekli őket az emberi szenvedés? Kit küldenek ide? Bizonyára egy könyvelőt. Ha, maguk könyvelők. Mindannyian egyivásúak. Ezért is tartom magával a kapcsolatot. Lepaktálok az ördöggel. Nos, csak jöjjön ide az a bizonyos könyvelő. Velem találja magát szemben. Mégis mit tudna tenni? Az Eptakkal nem lehet szembeszállni, még kevésbé legyőzni. Ki beszél itt szembeszállásról? Inkább egy kis hegylakó báj. Nem is tudom, Scriven. Valamit muszáj lesz tenni, és nekem kell megtennem. Ezért azt akartam, hogy ti, az én drága kislányaim tudjátok meg először a nagy hírt. De hát meg is kért. Ez a férfi. Hogy is hívják? Randall Fisher. Tehát akkor Randy? Na, Lucy! Bocsánat. Megkérte a kezedet? Még nem. Nem. De ez csak időkérdése. Biztos vagy ebben, anya? De mennyire?
rendőrnek, van ugyanis egy tetőteraszos lakása a Central Parkban. Tessék? És ezen kívül van egy óceánparti nyaralója is Floridában. Ingatlanokról vagy házasságról van szó? Miről van szó? A New York-i kiruccanásokról, aztán ajándékesőről és persze nagy mulatságról. Mulatság Randall Fisherrel. Tudtam, hogy képtelenek lesztek megérteni. Én megértem. Megint eladod a testedet a legmagasabb áron. Lucy! Lucy! Miért hívtál ide minket? Úgy is meg fogod csinálni. Most hová mész? A szobám békéjébe. Ez a gyerek? Nagyon nehéz neki. Nem akarja, hogy boldog legyek. Ugyan, hisz éppen azt akarja, ahogy én is. Akkor vagyok boldog, amikor biztonságban érzem magam. Nehéz ezt megérteni? Hidd el, hogy értem. Randall mellett biztonságban érzem magam. Miért? Mert kellek neki. Ezt úgy érted? Ne tudj róla, de közted és Jean Barton közt döntenek. Jean Barton? Még létezik az a nő? De jó ég, rólam is ezt mondják. Mikor? Pénteken, 5 óra 30-kor. Az nem jó. Hogy mondod? A nem jó kifejezést nem használjuk az irodámban. Ha akarod a munkád, drágám, akkor légy ott. Hajszál pontosan 5 óra 30-kor pénteken. Biztos, hogy nem nagy gond. Olyan hirtelen jött. Nem gond. Csak ma este egyedül lesz. Oszkár a szörnyűséges egyházközségi gyűlésen lesz, én pedig a még szörnyűségesebb iskolai koncerten. Fordal a lelki ismeretem miatt, megígértem Francescának, hogy ott leszek. Hidd el, rengeteg koncert lesz, még rá is unsz majd. De tényleg annyira vártam már. Szerintem te vagy az egyetlen felnőtt a környéken, aki őszintén mondja ezt. Mennem kell, lekésem a vonatot. Köszönöm, nagyon köszönöm. Úgy irigyellek. Engem? Hogy újra kezdheted. Oszkár, a mókuskerékben élünk. Úgy vágyom valami újra. Ez a vidéki élet veszélye. Gyere, kutyus! Teletömlek finomságokkal, és boldogabb leszel, mint valaha. Horace, jó legyél! Puszilom Francescát, és mondd meg neki, hogy sok sikert. Megmondom. Viszlát! Ez az enyém. Még mindig szerencsés vagy. Persze. Ezért választottak engem keresztapádnak, mikor megszülettél. Az édesanyád szeretett mindig biztosra menni. Csodálatos asszony volt. Te viszont az apádra hasonlítasz. Vajon miért van olyan érzésem, hogy ez nem éppen bók? És elég nyughatatlan ember volt, nem igaz? Ahogy én is. Hogy egészen őszinte legyek, Hughie, Skóciát mindig egy kicsit lehangolónak éreztem. Amikor ennyi idős voltam, épp így gondolkodtam. Szabadulni akartam. Mindig ott akartam lenni, ahol történt valami. És számomra a történések helyszíne Párizs volt. És amikor Párizsban voltam, bementem az első utcán jobbra, aztán egyenesen, amíg a Met Clubhoz nem értem, ez volt a szentélyem. A Met Club. Ó, mennyire imádtam. Skócia elmehet a sunyiba, ezt kiabáltam. De ez azért volt, mert az értékítéletem még nagyon éretlen volt. És mára-már amúgy is minden megváltozott. A Met Club sznobok gyűjtőhelye lett, Monte Carlo pedig tele van popsztárokkal és kétes hírű uralkodókkal. Jaj, ne, a gyökere, csak ez számít az életben. Az, hogy honnan jöttél, az, hogy honnan származol. Te! Megvan még az a kilt, amelyet a 21. születésnapodra adtam? Persze, persze, megvan, csak éppen nem sokszor vettem elő. Manhattanben ritkán volt rá szükség. Azt sosem lehet tudni. És most pontosan hová kell menned? A keleti partra, Inverness felé. Csak nem. Jaj, drága fiam, a szerencse kegyedje vagy. Van ott fenn egy házam. Mármint felesben az enyém. Ez az enyém. Hughie, ászok vannak az ingújadban? Nincs szükségem ilyesmire. Használhatod a házat, hogyha akarod. És ki a másik tulaj? Az unokatestvérem. A nagymamánk felesben hagyta ránk, és képzel csak, ez a ház általában ki van adva, viszont tudom, hogy pillanatnyilag éppen üresen áll. Azt hiszem, hogy ezt most te viszed. Végül azt mondta, igen, megkaptam a szerepet. Megkaptam a szerepet. Sztár leszel, Elfrida. Annyira boldog vagyok. Haragudtam, hogy abba hagytad a színjátszást. És mi a szerep?
Én leszek az anya az üvegfigurákból. Nagyszerű szerep. Ez csak egy turné, de Richmondba is megyünk vele. Az nagy dolog? Igen, ugyanis ott megnézhetjük. Nem is emlékszem, mikor jártam utoljára vidéki színházban. Gondolom, engem néztél meg valamiben, drágám. Ó, Elfrida Phipps, gratulálok, öreg lány! No, legalább nem hiába hagytam ki Francesca első tündérét. Akármit jelentsen is ez. Egészségedekre! Úristen! Viszlát! Most vagy soha! Most! Sara, holnap felhívlak! Jó van! Ne folyt a nyakamba! Tönkre ment a frizudám. Csuromvizes lettem. Gratulálok, édesem. Messze te voltál a legjobb. Komolyan. De mennyire? Csodás voltál? Jól van. Akkor haza. Most csak ugrálsz. Nem, komolyan mondom, igazi balettnak szántam. Mintha vízilovak táncoltak volna. Ne légy gonosz. Mary Wilson zokogott. Nagyon helyesen, mert ő volt az egyik legrosszabb. Jaj, ne. Mi történt? Egy fa zuhant az útra. Marad néhány napig, Giles? Nem tudok. Már délután visszamegyek. Ne hagyja magára. Tűz és víz vagyunk. Nem bírunk egy helyen létezni. Hogy fogja ezt feldolgozni? Én is elvesztettem az anyámat. Tudom. Tudom, bocsásson meg, Giles, csak... Csak éppen neki Francesca volt az élete. Menjünk. Mehetünk? Igen. Nem tudom felfogni, képtelen vagyok felfogni. Volna kedved... Nincs más dolgod. Átjössz majd később. Egy teára vagy valamire. Átmegyek. Mert szükségem van rá, hogy beszéljek valakivel. Tehát ez a terv, és rendőr, ez a drága ember azt akarja, hogy ti ketten is gyertek velünk. Tessék. Karácsony Floridában. Na, mit szóltok? Nagyon kedves. De köszönöm, nem, én nem megyek. De miért? Csak mert nem akarok. De Lucy elmehet. Megörültél. Mikivel és Donalddal ünnepeljek? Kérlek, ne beszélj így, Lucy. Mindenképpen eljössz velem. Rendőr fizeti a jegyeket. Első osztály, biznisz vagy turista? Közönséges vagy. Na és aztán? Inkább tegye be a jegyem árát egy borítékba, és majd megköszönöm neki levélben. Miután én elmegyek, neked is jönnöd kell. Én nem megyek. Lucy, jönnöd kell. Ugyanis nem hagyhatlak itt egyedül. Kerry, vigyázol a hugira idén karácsonykor? Csak akkor, ha vállalod a főzést. Pulykás pizza, nyami! Thank you.
Megértem. Az élet nem készít fel ilyesmire, igaz? Útmutatóval kéne születnünk. Már jól vagyok. Ó, teát főztél? Köszönöm. Ez természetes. Halló. Na, hogy ment? Képzelheted, nem túl jól. De ez természetes. Átmegyek, és ott alszom pár napig. Igaz barát vagy, Elfrida. Ezért szeretünk. Mindenki szeret. Elfrida. Bocsánat, nem leskelődtem. Csak megnéztem, jól vagy-e. Nem vagyok jól. Persze. Rosszul fogalmaztam. Hogy lehet tovább élni? Nem tudom. De tudod, elvesztetted Jeffreyt. Igen, de... Hogyan csináltad? Hogy írtad túl? Sokat sírtam. Elutaztam. Nem bírtam elviselni a házat, gyűlöltem. Valahogy átvészeli az ember. Miért? Folytatnod kell Francesca kedvéért. Már úgy sem tud róla. De azt akarná, hogy élj, Oszkár. Nem látom az értelmét. Drága, kedves barátom, persze, hogy nem látod. Ó! Jó napot, kérem, itt írja alá. Szívesen. Ó, gyönyörű szépek. Ó! Jaj! Kerry! Kerry! Mi történt? Az. Mi? Az a kis közönséges csokor, úgy tűnik, neked küldték. Kerry, kedvesem, szeretlek, kérlek, találkozz velem. Gondolom, az az imádnivaló férfi küldte. Ez nem a te dolgod, anya. De nem akarod vázába tenni őket? Neked adom mindent. Akármikor kaphatok én is ilyet. Hú. Na gyere, Horace, gyere. Jó kutya vagy. Gyere szépen. Oh, Giles, halálra rémített. Na csak, nem várt túl soká a beköltözéssel. Csak bevásároltam a mostoha apjának. Jaj, milyen cuki. Hol van az öreg? Nemrég ment ki a sírokhoz. Egyedül akart lenni.
Horace, tessék. Jó kutya vagy, jó van. Látom, a kutyus is megvetette a mancsát nálunk. Giles, ne legyen gonosz. Ez nehéz időszak mindenkinek. Oh, egy könycseppet sem ejtenék Oscarért. Sosem jöttek ki jól anyuval. Teherbe ejtette, amitől anyu bekattant. Ráadásul ivott is. Többet piált, mint én. Menjen el innen, Giles. Fogja magát és menjen el. Na persze, az kényelmes lenne, igaz? Hallottad a hölgyet, Giles? Ha nem tudsz viselkedni, nem látunk itt szívesen. Nyugi, Oscar, drágaságom. Elfelejtesz valamit. Na halljam. Anyu meghalt, Oscar. A Dauer ház az enyém. Csak a hagyatéki tárgyalás után és a sokáig elhúzódhat. Ne szóljon bele, ha nem tud semmit. Apám rám hagyta ezt a házat. A ház az enyém. De gondolom azért adsz majd annyi időt, hogy összepakoljam a holmimat. Hát persze. Nem vagyok szívtelen. Gyalázatos. Nem, csak őszinte vagyok. Oscarral sosem tettettük, hogy barátok vagyunk. Nem hinném, hogy most kéne elkezdeni. Teljes mértékben egyetértek. Mint mindig, most is tökéletes mostoha gyerek vagy. Megkaptam tőled, amire szükségem volt. Most takarodj a házból, és visszamegy erre addig, amíg bennem üzenem, hogy elmentem innen. És azután nem akarok hallani rólad, és látni sem akarlak többé. Azt a mindenit, milyen tökös az öreg! Hétvégéig adok időt! Ennyi cuccra lesz szükséged? Floridába megyek, drágám, nem a Benidormi klubba. Na, ez... itt a tiéd. Ez meg mi? Lelkifúró ellen. Bánt, hogy itt hagylak titeket. Ne bántson, de kösz a pénzt. Érezd jól magad. Bárcsak eljönnél. Ne kezdjük újra, anyu. Csak zavarnánk titeket. Meg leszünk mi itthon is. Carrie Elvis bábszínházba. Tessék. Meg a Mikuláshoz. Zsűzsű kislány, szeretlek. Ugye minden rendben lesz? Persze, hogy rendben lesz. Kívánjatok boldogságot nekem. Sok boldogságot, de egy valamit meg kell ígérned. Ha megkéri a kezedet. Igen. Gondolkozz, mielőtt szólsz. Az ég áljon meg, 3 hónapja már sem csinálok, csak ezen gondolkodom. Vagyis amióta csak ismeri, a házasságon jár az esze. Semmi sem változik. Sziasztok, drágáim, boldog karácsonyt és boldog új évet mindenkinek. Juhúj! Ó, ne. Gyere be, gyere! De tök királyul néz ki. Mert nagyon király. Akkor? Nem hozzám való. Ez biztos? Egész biztos, már eldöntöttem. Ez biztos ő. Csak mondd, hogy nem akarom látni. Szereted őt? Nagyon is. De mondd, hogy menjen a pokolba. Sosem leszek szerelmes. A családom nőtagjai örökre beoltottak ellene. A jó ég áldjon meg! Nem akar látni többé. Azt mondta, hogy menj a pokolba! Bocsánat, én csak a hírvívő vagyok. Rá kell venned, hogy találkozzon velem. Nagyon makacs tud lenni. Ahogy én is. És mindig megszerzem, amit akarok. Az nem segít rajtunk, ha becsípünk ebéd előtt. Csak ez segít. Kérsz? Ha nem kérsz, egyedül kell innom. Kösz, nem kérek. Na jó, kérek. Oscar, küzdened kellene. Miért? Giles igazat beszélt, a ház tényleg az övé. Addig nem az övé, amíg nem az övé. Idő kell, hogy átgondold, hogy megtervezd. A tervezés segített valaha valakin? Én is terveztem. Rájöttem, hogy kell egy állás, és megszereztem. Örülök. Egyébként gratulálok. Azt hiszem, még nem is mondtam. Nem, nem.
Mással foglalkoztunk. Az első, hogy fedél legyen a fejed fölött, Oscar. Nekem volt egy barátom. Láttam ám. Most lebuktam, zugivó vagyok. Ott van. Mi? Atyáim földje. Vagyis a nagyanyámé. És? Rám hagyott egy félházat. Évek óta ki volt adva. A lakbér rámeső részéből vettem Francesca póniát. Csak abból. És most nincs lakója. Tehát? Tehát? Ég veled, Dipton. De hát, hol is van ez a hely? Cregan. A Black Eye alatt, Inverness fölött. A vad keleti parton. Ismersz ott valakit? Egy lelket sem. 20 éve nem jártam ott. Nem maradhatok itt. És nem csak Joyce miatt. Nem bírom. De teljesen egyedül. Mivel nincs más lehetőség, ha csak... Nem. Mi az? Semmi. De mégis. Ugye nem jönnél el velem, vagy mégis? Skóciába? Csak így hirtelen. De karácsony lesz, Oscar. Bizony. Eléggé rettegtem a karácsonytól. Téged is nagyon szeretett. Francesca? Igen, tudom. Gyere velem. Jó, elmegyek. Skóciáig mégsem vezethetsz teljesen egyedül. Eljössz velem? Hogy is hívják azt a helyet? Ja, igen, Cregan. Karácsony Skóciában? Miért is ne? Legalább tedd el ezt a kulcsot. Akkor bármikor felmehetsz oda, körülnézhetsz és jelentheted nekem, hogy minden rendben van. És akkor talán azt sem felejted el, hogy minden hónap végén elküld nekem azt a kövér csekket. És ott karácsonyozol? Nos, meg lehet. Szívesen felmennék vele, csak sajnos elég érkeztem a hugomékhoz. Vagyis a ház tele lesz visítozott gyerekekkel, túlságosan sok ennivalóval és túlságosan kevés piával. Na mindegy, ha szilveszterkor is ott leszel, különleges élményben lesz része. Hát, hogy őszinte legyek, nem nagyon vagyok oda a bulikért. Ó, én édes gyerekem. Nem adtam mást ajándékba neked a keresztelődön, csak a végtelen életörömöt. Mit csináltál vele? Elástam valahová mélyre, és most már sehol sem találom. Akkor újra meg kell ajándékoznom téged vele. Végtelen életöröm. Soha se árt senkinek, de vedd ki ebből a csodás életből mindazt, amit csak lehet. Mit gondolsz, ne hörpincsünk fel egy butykosnyi habzóbort? Vegyük úgy, hogy az Eptak állja a számlát. Mondd csak, neked soha nincs eleged? Nagyon gyakran. Az egyik legfontosabb előnye annak, hogy tolókocsiban élek, hogy sohasem derül ki, ha már alig állok a lábamon. De jól van, tudom, hogy elég ízléstelen visz, de valamiért szeretem. Hozom a pezsgőt. Oh. De ne a házéból, majdnem mindig van a hűtőjükben valami jobb. Te jó ég, bárcsak abba hagyná ezt. Döbbencs meg, nincs itthon. Tényleg nincs. Sosincs itthon. Talán veled kellene kikezdenem. Vicc volt, nem baj? A németek nem tudnak viccelni. Nem így van. Az angolok nem tudnak. Most éppen hol van Kerry? Egy barátjához ment. Egy barátnőjéhez. Értem.
Hiszek neked, nem tudom miért, de hiszek neked. Sosem hazudok. Minden hazug ember ezt mondja. Te már csak tudod. Béke? Béke. Hoztam neki valamit. Úgy sem fogadja el. De igen. Jól van. A Covent Garden Hotelben lakom. Mondd meg neki, hogy hívjon fel. Te jó ég, ennyire oda vagy. Bizony, nagyon oda vagyok. Nagyon-nagyon oda vagyok. Meglátom, mit tehetek. Nagyon cuki vagy. Tényleg hihetetlenül aranyos vagy. Teljesen felesleges udvarolnia nekem Hermanddel. Az eféle szöveg ugyanis nem jön be nálam. Hát, angol lányok, nehéz veletek beszélni. Nem hiszem, hogy ennek a nemzetiségünkhöz van köze. Inkább a családunk ilyen. Érdel, hogy felhívjon. Megpróbálom. Elment? Nem, megágyaztam neki lenne a déványon. Persze, hogy elment. Folyamatosan hazudoztam neki. Pedig sosem hazudok. Andreasnál nem számít. Ő mindig hazudik. Azt sem tudja, hogy mi az igazság. Boldogtalannak tűnt. Szeret téged. Biztos vagyok benne. Én is biztos vagyok benne. És ez nem elég. De felesége van, Lucy. Ah, tényleg. Ezt mindig elfelejtem. Nem lenne poén szeretőnek lenni? Ezt pont te mondod. Miért? Miért? Valóságos fúria lett belőled, amikor anyunak viszonya volt Mr. Collins-szal. Én vettem fel a telefont, amikor a felesége hívta. Ismerős. Kérte, hogy ezt adjam át. Jaj, ne. Nem fog megvesztegetni. Én mondtam neki. Cartier fülbevaló. Anyunak van három pár. Nem engedte, hogy kiukaszták a fülemet. Ha 16 leszek, lesz fülbevalóm, orr és nyelvpiercingem. Na jó, nyelvpiercing inkább nem. Most el kellene tűnnöm innen. Nagyon szimpatikus volt. Jaj, Lucy, mindenkinek nagyon szimpatikus. Alaposan ki is használja. Olyan helyre kell mennem, ahol nem talál rám. Levegőre van szükségem. Elfrida. Elfridánál fogunk karácsonyozni. Jaj, Carrie, drágám, szívesen igent mondanék. Helyes, Beach, igent kell mondanod. Nem lehet. Megígértem, hogy Skóciába megyek. Skóciába? Mit mondott? Skóciába utazik. Azt király! Mehetünk veled? Hadd menjünk, Elfrida. Anyu egyedül hagyott minket. Na, Lucy! Kérlek, Elfrida! Könyörgök! Lucy! Biztos vagyok benne, hogy remekül mulattok anyu nélkül. De veled még jobb lenne. Elfrida, ne engedd, hogy zsaroljon. De muszáj eltűnnünk Londonból. Jaj, nekem. És hogyha... De talán nem is rossz ötlet, hogy velünk jöjjetek. Talán így vidámabb lenne a karácsonyunk. Jó, figyeljetek! Pár nap múlva visszaszólok, ha már berendezkedtünk. Rendben? Jó? A mobilom nálam lesz. Oké, remek, kösz. Szia! Szia! Na? Ostop a dolog. Jaj, dehogy. Induljunk útnak. Még mennyire van? Körülbelül 5 mérföld, és azután balra kell majd fordulnunk.
Mi történt? Nézd ezt a látványt. Ó, látom. Gyönyörű. Miért nem a főúton jöttünk? Akkor ezt kihagytuk volna. Mi az élet, ha csak gond emészt, s nincs időd, hogy megállj, s körbenézz. Minden rendben? A lányok miatt van rossz érzésem. Mondtam, hogy mit tegyél. Hívd el őket. Nem, nem lenne jó ötlet. Lucy még gyerek, és neked ez most... Hány éves? 15 múlt. Milyen szerencsés. Jaj, Oscar. El kell jönniük. Boldoggá tesz téged. Nem tudom, miért izgulok Didi gyerekei miatt. Mert a barátaid. Jól van, akkor majd eldöntöm, amikor odaérünk. Igen, ráismerek. Mindenre emlékszem. Megérkeztünk, gyerünk, Horace, jó kutya. Nos, mit gondolsz? Nem rossz. Jaj, ez a friss leveg. Hogy nem rossz? Hogy érted azt, hogy nem rossz? Nagyon tetszik, és köszönöm szépen. Hogy jutunk be? Nálad van a kulcs? Nincs. Viszont megvan Mrs. McMurray telefonszáma, és itt van a mobiltelefonom. Ó, de édes régi módi fickó vagy. Fennhagytam a lepleket a bútorokon, hogy minden szép tiszta maradjon. Csak kinyitunk néhány ablakot, és amint beáramlik a friss hideg levegő, csodálatosan fogják érezni magukat. Nos, tegnap bekapcsoltam a fűtést, úgyhogy biztosan nem lesz hideg. Bevásároltam mindenféle zöldséget, és betettem a kamrába is a hűtőbe. Minden ágyban van melegvizes palaszk, de majd újra kell tölteni. Értem. Alaposan kitakarítottam, de újra port kell törölni. Átjövök holnap. Muszáj átjönnie. Sst! Minden szépen áttörlök újra. Persze csak akkor, hogyha szeretnék. Nem, nem, majd boldogulunk. Így is olyan sokat tett. Köszönjük. És ne főzzek valami finomat? Nem, majd én megcsinálom komolyan. Mind a ketten nagyon nyúzottak. Nagyon hosszú volt az út. Uh-huh. Tehát akkor kettesben lesznek. Igen. Nem. Holnap jön két fiatal barátunk. Nagyszerű. Akkor nagyon szép karácsonyunk lesz mindannyiunknak. Hogyha biztosan nem kell semmit csinálnom... Nem, tényleg nem. Jól van, akkor megyek, és hagyom, hogy kitalálják, ki hol alszik. Viszlát! Megérkeztek, és azt mondta... Hogy rendben. Mehet? Igen. Mikor? Holnap, amint lehet, úgyhogy menj felpakolni, én meg addig megnézem, hogy jutunk oda. Ha, ilyen. Szerintem ugyanez a nő dolgozott ebben a boltban 20 éve is. Plus a change. Biztosan elbírom? Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Peter Kennedy vagyok, a helyi tiszteletes. Tudom, hogy elsőre kicsit megtévesztő a külsőm. Ő Rory. A tiszteletes úrfia. Örvendek. Tudja, magukat kerestük. Minket? Ne felejtsék el, hogy Krégenben vannak. Itt fél órán belül mindenki mindent megtud. Így van, ez Diptonban is, ahonnan jövünk. Igen, ezt is tudom. Valóban? Ó, a templomi élet. Kevés titok van. Tegnap beszéltem Tony Ferlanddel, mondta, hogy majd találkoznak. Nos, még csak most érkeztünk meg.
Szóval még nem fogadunk vendéget? Atyavilág, persze, hogy nem. Nem is gondoltam vendégeskedésre, de ha gondolják, szívesen látjuk magukat. Ő a grófnő. Bizonyára vele is találkoznak majd. Én senkivel sem szeretnék egyelőre. Értem, hogy nem. De ha mondjuk, ha netán kedve támadna egy kis zenéléshez, a templomi orgonánk nagyszerűen szól. Értem. Most valahogy nem vagyok muzsikálós kedvemben. De köszönöm, tényleg. Megértem. De hogyha Oscar Blundell játszana a templomunkban, az nagy megtiszteltetés lenne. A tőle kapott fülbevalók? Hagyjuk a kérdéseket, Lucy. A King's Cross-ra megyünk. Ma távozik, Mr. Howard? Igen, hamarosan megyek. Addig itt hagynám a bőröndöket. Majd hívjon egy taxit, kérem. Alig ismertük egymást. Furcsának is tűnhet. Aztán Gloria teherbe esett. Összeházasodtunk, és csak egy hónapja ismertük egymást. De szerettél? Ó, hogyne. Fülig beleszúgtam. Nagyon édes volt. És okos. Nem is álmodtam ilyen nőről. Lenyűgözött, hiszen olyan régóta voltam egyedül. Ő is szeretett? Azt hiszem, igen, de nem eléggé. Azt hiszem, azonnal tudta, hogy hibát követett el. Tudod, annyira mások voltunk, a lovakat imádta, én pedig Mozartot, Beethovent, Tchaikovskyt. Életemben egyszerültem lovon. És ahogy ráültem, nyommal leestem a másik oldalra. Majd megszületett Fran. És minden megváltozott. Csodálatos kislány volt. Egy igazi kis angyal. Gloria viszont depressziós lett a szülés után, és nem múlt el. Hullámzott az állapota. Sokáig. És aztán inni kezdett. Te meg feladtad a karrieredet. Nem volt áldozat. Franért bármit megtettem volna. Mennyire hiányzik. Magamban Glóriát hibáztatom. Nem akarom, de... Miért? Nem tehetek róla. De miért? Ő vezette az autót, amely megölte a kislányomat. Karácsony, ó, jöjj el, boldog karácsony, ó, jöjj el, boldog karácsony, és te boldog új év. Ó, jöjj el, boldog karácsony, ó, jöjj el, boldog karácsony, és te boldog új év. Oscar, megérkeztek a vendégeink. Hello, Oscar, Kerry vagyok. Én pedig Lucy, és rettenetesen édes vagyok. Ahol, szevasztok. Üdv. Az Isten hát a mögött. Jó ét! Elnézést! Meg tudnák esetleg mondani, merre találom az udvarházat? Ó, nincs messze. Lemegy a völgybe, majd fel a hegyre. És ott is van. Igen, nagyon köszönöm. Jó ét. Jó ét.
a csuda folyik itt? Nyugi, jó kutya vagy. Jó kutya, maradj ott kutya, maradj, ül, nem lesz semmi. Hé, maga, hogy került ide? Horace! Már elnézés, de ki maga? Az érdekesebb kérdés, hogy maga ki? Mi történt? Már megint maga? Maga követ engem? Parancsol? Ott volt a repülőn. Látom, az senkit sem zavar, hogy aludni szeretnék. Odaadtam a zsebkendőmet. Zsebkendőjét? Halvány lila fogalmam sincs, hogy miről beszél. Aztán a Temze parton is ott volt. És még én követem magát. Most akkor ez itt valami kitalálós játék? És hogyha az? Nem folytathatnánk a melegben? Nézzék, én őszintén sajnálom, tényleg sajnálom. Fogalmam sem volt arról, hogy van itt valaki. Persze, engem kivéve. Ezt hogy érti? Teljesen nyilvánvaló, hogy maga a nyomomban jár. Hú, ez király! Kér valaki kakaót? Nem, köszönöm, én megyek. Hová menne? Sötét éjszaka van. És még mindig nem tudjuk, miért van itt. A keresztapám Huey McLellan. Az övé ez a ház. Ah, Huey, csak félig az övé. A másik fele az enyém. Oscar Blunder. Sam Howard. Megyek aludni. Menjünk mindannyian. Sam alhat a padlásszobában. Nem maradhat itt, hiszen semmit sem tudunk róla. Tényleg nem. Ma már nem mehet sehová. Készítek egy forró vizes palackot magának, és szép... Köszönöm. Igyon egyet. Segít elaludni. Egészségére. Akkor Isten hozott a családban. A szinkront a Hallmark Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.